Izrael hiába mutatott bizonyítékot, hogy nincs köze a gázai kórházrobbanáshoz, az arab világ mégis a zsidó államot teszi felelőssé. Jordánia fővárosában, Ammanban ezrek tüntettek a palesztinokkal való szolidaritás jegyében az izraeli követség előtt. Vízágyukat és könnygázt vetettek be a tüntetők ellen az Egyesült Államok beiruti nagykövetsége közelében, miközben az Irán által támogatott libanoni Hezbollah mozgalom szerdára a harag napját hirdette meg. Palesztinok tucatjai csaptak össze az izraeli erőkkel a megszállt cisziordániai Hebronba. A tüntetők Cisziordánia szerte az utcára vonultak, például Nablusban és Ramallahban, amelyet a Hamas fegyveresek október 7-i véres álmok futása óta lezárás alatt tartanak az izraeli erők. Tüntetést tartottak a Bagdad központjában lévő Tahrir téren is. A demonstrálók megpróbáltak eljutni a zöld zónába, ahol az amerikai erők tartózkodnak, de az iraki erők megakadályozták őket az átkelésben. Ezrek tiltakoztak a tuniszi francia nagykövetség előtt, ahol a francia és az amerikai nagykövet kiutasítását követelték. Iszambulban 60-an megsérültek, köztük 43 rendőr, amikor a tüntetők összecsaptak a kivezényelt török biztonságiakkal. Iránban a teheráni francia és brit nagykövetséget tojásokkal dobálták meg a tüntetők, akik izraeli zászlókat is elégettek. A tömeg azt skandálta, halált Izraelre, Amerikára és Nagy-Britanniára.